Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportértéke, Mezei Dániel vagyok, és két Hanc Tamás ül velem szemben itt a stúdióban, apa és fia, és a fiú az, akiről beszélgetni fogunk, mert talán hallották, olvasták többen önök közül, itt a kerékpársporttal foglalkozó Sportértékben is többször szóba került, hogy magyar tehetséget igazolta a Boraházról utánpótlás csapata, egészen pontosan a tímautó Éder. Ő Hanc Tamás, aki itt ül velem szemben, 16 éves kerékpárversenyző, és az édesapja, szervuszok, jó napot kívánok, talán tegeződhetünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Gratulálok ehhez az igazoláshoz, és most a fiatalabbik Hanc Tamáshoz fordulok, de szokták mondani, nem tudom, ismered-e a szólás, hogy ne ígyunk előre a medve bőrére. Megyél. Igen, ismerem. Mit szóltál, amikor megkaptad az értesítést, hogy itt folytathatod a pályafutásodat? Hát nyilván nagyon örültem, mivel ez azért egy cél volt, és a legjobb helyre kerültem ebben a kategóriában, úgyhogy remélem rengeteg lehetőségem lesz arra, hogy bizonyítsak. Hogy kell elképzelni egy ilyen szerződtetést? Minek kell megfelelni? Hogy találják meg az embert? Hogy választják ki? Ez egy nagy csapat, egy nagy csapatnak a junior együttese. Tehát hogy kerültél oda? Jelentkezni kellett. Nagyon fontos szerepet játszottak a teljesítményadatok. Ehhez volt egy teljesítményalapú teszt, valamint az egyéb személyes adatok, valamint eredmények, és ezt összevetve választottak ki 6 embert, akik csatlakozhattak a csapathoz. Te ugye előtte, ha jól tudom, a Szenyor Szabadidő Kerékpáros Sportegyesület bringása voltál. Igen. Mióta kerékpározol? Lassan 7 éve. 7 éve. 7 éve. 9 éves, ideális korban kezd. Igen, igen. Ez apai odafigyelés volt, hogy ekkor kell kezdeni, hogy szokták mondani, hogy 8-9 évesen érdemes elkezdeni kerékpározni. Előtte azért sok sportot kipróbáltam, és mivel apukám korábban, tehát kiskorában ő is kerékpáros volt, ezért ez adta az ötletet, hogy akkor én is belekezdhetnék. És akkor itt nyilván nagy szerepet játszott az otthoni egyesületem Mosonmagyaróváron, tehát ők elindítottak az úton, és akkor onnantól már csak nekem el kellett végeznem az edzésmunkát, és jöttek az eredmények. Jöttek az eredmények, ha jól tudom, akkor nyertél U17-es időfutam országos bajnokságot is Magyarországon. Igen, igen. Korábban is voltak kiugró eredményei? Tehát látszott, hogy gyors vagy? Az elmúlt 6 évben igazából minden évben az országos bajnokságokon dobogón álltam, de ez volt ugye az első győzelmem, ez volt az áttörés. Tavaly is voltak már jobb nemzetközi eredményeim, de az igazi az a 2022-es év volt. Akkor úgy gondolom, hogy elég jó eredmények születtek. Mondtad, hogy el kellett küldeni a jelentkezéshez mindenféle teljesítmény adatokat. Itt mire kell gondolni most azok a hallgatók, akik még nem annyira járatosak az intervallok világában, azoknak el tudod mondani? Ez egy teljesítmény alapú teszt, ahol igazából azt nézték, hogy neked mi a maximális teljesítményed, és ezekből az adatokból felállítottak egy ilyen profilt, és azt elemezték, hogy mi hozható ki ebből. És akkor ez alapján választottak. Ja, Boraházról egy nagy csapat, az egyik legnagyobb csapat. Azért ide bekerülnek elég sokan, ha jól tudom, és kevesen maradnak bent. Én nem abból indulok, hogy te nem maradsz benne, de ezzel te tisztában vagy, hogy azért ez egy lépcsőfok, és aztán meglátjuk, hogy mi történik. Igen, most a tavalyi 8 emberből összesen 2 maradtak meg, tehát 6 ember elkerült. Ennek több oka is van, aki korosztályt lépett, van, aki pedig másik csapathoz igazolt. Hát tudom, hogy bizonyítanom kell, mert azért nagy a verseny, hogy bekerülj egy ilyen csapatba. Nekem most ez sikerült, nekem csak meg kell ragadnom ezt a lehetőséget, és a legjobban majd nyújtani. A szülő mit tud hozzátenni egy ilyen pályafutáshoz? Tehát amellett, hogy elindítja mondjuk a kerékpáros pályán 8-9 évesen? Hát ez nagyban függ attól is, hogy az egyesület mit tud ajánlani. Ugye nekünk a nevelő egyesület részéről nagy szerencsénk volt, tehát korábbi kerékpáros társam az edző, ő viszi, most az ő apukája alapította ezt az egyesületet, de viszont nagyon szűkösek az anyagi keretek, tehát itt a versenyzést egy U15 másodéves kategóriától U17-ben itt már nemzetközi szintre kell kivinni, hogy felfigyeljenek az emberre, ami bizony
komoly szülői támogatást igényel, mind időben és anyagilag is. Tehát ez azt hiszem, hogy most kezd talán megtérülni, most kezdek egy kicsit tehermentesülni ez alól. Ez eddig nagyon sok utazással járt, tényleg nagyon sok szervezéssel, és azt mondom, hogy tehát az egész családnak élete volt a kerékpár, az hogy a gyerek biciklizik, tehát. Ez jó, pedig úgy szokott lenni, hogy na mennyire fiam biciklizzél, és addig nem kell veled törődni. A kezdet ez volt, tehát, és a cél is az volt, hogy mi, amíg nem jutunk el ilyen szintre, csak az legyen a lényeg, hogy ő élvezze, amit csinál. Nem volt teljesítménykényszer, nem volt hajtás, és semmi nem volt. Ő ezt magától érte, tehát ő lépte a lépcsőket, én csak biztosítottam hozzá a feltételeket, hogy ebben sikeres lehessen. Nem biztosít olyan lehetőséget, mondjuk az Egyesület, vagy a Kerékpárszövetség, tehát, hogy nincs annyi pénz a rendszerben, hogy mondjuk a tehetséges fiatalokat megfelelően tudjuk versenyeztetni? Ez sajnos én ugye régről, az én időmből ismerem ezt a felállást, és mi majd megragadtunk ebben egy kicsit, tehát, hogy vannak kerékpárok, de azóta eltelt mondjuk 15-20 év, fejlődött a technika, és ez egy komoly technikai sport, tehát itt napra késznek kell lenni, itt a kerékpár mellett cserekerékpár kell, cserekerekek kellenek, tehát itt egy komoly... Ezek ugye milliós kerékpárok. Így van. Tehát itt azt mondom, hogy egy ilyen szintű kerékpár az már egy ilyen 2-3 milliós tétel, és ehhez még jönnek ugye a kopóalkatrészek, az egész éves karbantartások, ebből kettőt kell tartani legalább, hogyha valami történik az egyikkel, akkor legyen egy másik. Mert ugye olyan nem lehet, hogy most nem lehet alkatrészt kapni, akkor nem biciklizik a gyerek. És nagyon sok utazással jár, amit az Egyesület nem tud biztosítani. Tehát ő egyedül volt a korosztályában, az Egyesületnél, és bizony, hogyha nem lett volna ez a kométás kezdeményezés ugye a szövetség részéről, akkor nem tudtunk volna ennyi nemzetközi versenyen részt venni. Akkor te tulajdonképpen beutaztad Európát itt az elmúlt időben? Konkrétan, igen, ketten apámmal. És melyik vidéket szereted a legjobb, hogyha még választhatnál, hogy hol kerékpároz, akkor hova mennél? Hát mostanában elég sokat tekertem Spanyolországba, az nagyon tetszett. Teljesen más a kerékpáros kultúra is, az autósok, és eleve a terepviszonyok is. Én jobban kedvelem a hegyes, dombos vidéket, és ott vannak hegyek. De még visszatérve erre, hogy milyen kerékpárok, alkatrészek, stb. Kellenek ahhoz, hogy te versenyezhessél. Itt mondjuk a Team Auto Édernél ez fog változni? Tehát itt biztosít a csapat lehetőséget? Itt a legjobb kerékpárokkal fogunk tekerni, a legjobb felszerelésben, ugyanazt a supportot, a technikai supportot, és igazából mindent megkapunk, mint a profi csapat. Ugye ez egy World Team csapat, tehát akkor ez a legmagasabb. Ez a legmagasabb. Tehát nekem például van itthon egy edzőbringám, ezen felül van kettő versenybringám náluk, van kettő időfutam kerékpárom, tehát összesen 5 bringám van, amit ők biztosítanak. Akkor azért ez most csak így az ember kimondja, hogy mondjuk egy ilyen szintű csapatnak a junior együttesébe, istállójába szerződsz, ez egy jó hangzó mondat, de hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, már ebből is kiderül. És akkor még nem beszéltünk a versenyeztetésről, hogy gondolom utaztok mindenhol. Nem csak a versenyeztetés, hanem itt még rengeteg tábor van, közös programok. Tehát még el sem kezdődött konkrétan az év, de már 3 edzőtáboron vagyok túl a csapat részéről. Így január 6-án. Volt egyszer egy ilyen kezdő, ahol megismertük egymást. Az még arról szólt, hogy megismerjük egymást, beállítottuk a kerékpárokat, a felszerelést kipróbálhattuk, felpróbálhattuk, méreteket választottunk, és akkor ezen felül volt egy kerékpáros tábor, ami a kerékpározásról szólt, ez Majorkán. Itt közösen voltunk a nagy csapata, tehát a World Team-mel. És nemrégiben volt egy síelős tábor is, 5 stában az Osztrák Alpokban. Volt hol? Volt, szerencsére. Ez egy ilyen aggódó kérdés, és mindenki, aki síel, az így aggódó, és volt hó. Volt. Jó, na. De ezek szerint akkor ezt nagyon komolyan
lehet venni ezt. Ezt nagyon, abszolút. Tehát tényleg a legjobb körülmények és a legjobb lehetőségek állnak előttem. Magyarországon van olyan csapat, amely ilyen nem, körülményeket tud biztosítani? Nem. Tehát még a közelében sincs semmi, szerintem. Igazából ez a nemzetközi szinten is ez a legjobb csapat ebben a korosztályban. Tehát nem, hogy magyar szinten, külföldi szinten sincs egyik sor sem. És hogy derül ki? Ugye én nem kerékpároztam versenyszerűen, tehát nem tudom, hogy derül ki, hogy te megállod-e a helyedet eredményeken, vagy itt is inkább az adatok számítanak majd, hogy neked milyen mutatóid vannak hegyen, időfutamban, stb. Tehát hogy válhat el, hogy te alkalmas vagy-e most arra, mert ugye ezt ne zárjuk ki, hogy ettől függetlenül, de még lehetsz kiváló bringás, hogyha mondjuk itt nem felelsz meg, mert lehet, hogy egy másik csapatnál meg fogsz felelni, vagy később léped meg azt a szintet, de hogy derül ki, hogy mennyire vagy tehetséges? Hát most, hogy már bekerültem, most már azért nyilván számítani fognak a versenyeredmények, az, hogy hogyan versenyzek, a versenyzési mód, meg az egész hozzáállás is sokat számít. Tehát ki mennyire motivált, milyen szellemben versenyezés, hogy áll hozzá az egészhez, mind az edzéshez, mind a versenyzéshez, ez sokat számít. Azt mondta édesebed az előbb, hogy te ezt nagyon akartad, és miért akartad, ennyire mit szerez benne? A kerékpározásban? Igen. Hát igazából kiskorom óta csinálom, és én élvezem azt, hogy én versenyzek, élvezem azt, hogy én edzek, és igazából 16 éves koromban 15 országban jártam, tehát bejártam egész Európát. Ez egy ilyen bónusz. Igen. Szeretsz utazni? Szeretek, igen, meg azért az új környékeket is szeretem felfedezni, főleg bringával. És hogy bírod a fájdalmat? A fájdalmat a bringán? Igazából nincs vele gondom, tűröm. Erről szól ez a sport. Ugye? Hát igen. Mert ezt sokan elfelejtik, hogy de aki csak fölül egy bicikli és fölteker mondjuk dobókörre, ezt pontosan fogja tudni, hogy miről van szó, mert egy átlag embernek egy ilyen föltekerés az nem akármilyen. Mikor derült ki, és hogy derült ki, hogy ezért érdemes a fiúnak ezzel a sportággal foglalkozni? Ez az ő döntése volt, tehát ugye itt nagy segítséget kaptunk a nevelő egyesülettől. Itt megemlíthetem Tóth István szenyor nevét, aki egész kiskorában megmondta már a gyerekről, hogy azért benne van a bugi, tehát hogy látszik benne az, hogy kitartó, hogy nyakas, hogy konok a bicajon, és azért ez egy nagy előny a kerékpár sportban, tehát azért itt azért ez csak egy olyan erőnléti sport, ahol szükség van a kitartásra, és arra, hogy ez a fájdalom, amiről erről beszéltünk, ez egy verseny során 6-szor, 8-szor visszajön, és ezt mindig tűrni kell, és tovább kell menni. Az, hogy ő most mekkora tehetség a kerékpárba, ez most oda került arra a helyre, ahol majd kiderül, tehát ő most egy fejlődési stádiumban van, eddig nagyon szépen vette a lépcsőket, de hát ez még messze nem azt jelenti, hogy ő most egy hiper-szuper sztár, hanem még egy komoly út áll előtte, aminek én úgy gondolom, hogy most az első lépcsőfokán állunk, és tényleg itt az került visszaigazolásra, hogy az ő adataiból van egy olyan számított érték, ami jó lehet. Tehát, hogy a lehetőség megvan, de ehhez komoly munka kell még. Tehát komoly munka és komoly anyagi ráfordítás, ami most már a csapat részéről jön, tehát... Megkönnyebbülés. Így van, egy kis megkönnyebbülés nekem, tehát. Hans Tamás, ifjabb és idősebb Hans Tamás a vendégünk, innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést, egy kicsit visszatérünk még Magyarországra, mert egy-két dologra kíváncsi vagyok, a bringa sporttal foglalkozunk itt a Sportértékben, a rendezvényen maradjanak velünk. Folytatódik a Sportérték, a Trend FM Mezei Dánielt hallják, vendégeim pedig továbbra itt a stúdióban a Bringa Sport keretein belül ifjabb és idősebb Hans Tamás, talán hallották, hogy a 16 éves Hans Tamás a pályafutását az egyik legkiemelkedőbb istáló, a Bora Hansgrohe World Team Junior csapatában folytatja a teamautó éderben. Erről beszélgettünk, hogy milyen könnyebbséget jelenthet majd ez az igazolás, és hogy ez egy első lépcsőfok, remélhetőleg egy nagyon szép karrier elején. Még visszatérnék Magyarországra egy kicsit, hogy beszéltünk arról, hogy azért nehezebbek itt a körülmények, mint külföldön. De azért az ember azt látja, hogy vannak változások, vannak pozitív változások, mert
eljutnak versenyzőink nagy csapatokhoz, van több tehetség, itt említhetünk téged is. Tehát, hogy azért változik idehaza a kerékpár körüli helyzet? Tehát vannak pozitív dolgok, amikről érdemes beszélni? Mi ezt éreztük évről évre, tehát mi éreztük ezt, hogy az elmúlt 3-4 évben elindult valami, hogy nagyon jó irányba halad. Itt gondolok arra, hogy tehát az utánpótlás nevelés, az utánpótlás korosztály lehetőségei, tehát itt a Kométa által szervezett edzőtáborok, a Heraklész program, ugye, aki pont erre hivatott, hogy az U17-es korosztályt egy kicsit is tápolja, és mondjuk a nemzetközi hadszintérre vigye. Tehát úgy működik, mint egy magyar válogatott az utánpótlásban, és ez komoly segítség volt. Tehát ezt mi is éreztük, hogy ez éves szinten 3-4 edzőtábort jelent, és tényleg a nemzetközi versenyeztetést, ami azt mondom, hogy nem sok, de mégis valami, ahol csapatként és magyarként és válogatott mezben, tehát egy kis plusz motivációval élnek a fiatalok felé. És én látom, hogy fejlődik ez, de még mindig vannak azért korlátok, és vannak akadályok, ami remélem most már minket annyira nem érint, és azt is remélem, hogy azért a kerékpársport továbbra is megkapja ezt a támogatást a szövetség, illetve a támogatók részéről. Ugye ült itt a stúdióban pont ott, ahol te ülsz, Dér Zsolt, nemrég néhány héttel ezelőtt, és ő arról beszélt, hogy ő nagyon szeretné, hogyha a válogatott felkészülésben az utánpótlás is megfelelően helyet kapni, és ugye erre van is, ha jól tudom, már recept, tehát ez egy gyakorlat. Ez például segített a kibontakozásban? Hogyne. Tehát Zsolt kezdeményezései nagyon jók, tehát én azt látom, hogy ő jól összefogja ezt a dolgot, de még mindig van, hogy egy kicsit kevés, és nem, ez nem a Zsolt miatt van, egyedül, tehát hanem a Zsolt vinné és menne, de vannak azért még korlátok, de azt látom, hogy a fiatalokra nagyon jó hatással van, tehát iszonyú motiváló. Ugye a Dér Zsoltos edzőtáboroknak olyan híre van, mint a haláltábornak, tehát hogy meghajtom a gyereket, és kihajt, de élvezik. Tehát aki ott megmarad, ő már komoly potenciál a kerékpárversenyzésben és a kerékpársportban. És tényleg le a kalappal, ez nagy meló volt. Nagyon szép ez a törekvés, de még van mit tenni, tehát. Az jutott eszembe, miközben beszélgetünk mondjuk a válogatott felkészülésről, hogy próbáljuk egy kicsit ember közelbe hozni, hogyha jól tudom, te Mosonmagyaróváron vagy annak környékén? Mosonmagyaróváron, igen. Ott élsz, vagy éltek. Amikor elmész mondjuk edzeni csak úgy magad, akkor hova mész? Hogyha hegyre akarsz menni, akkor mekkora kört mész? Hegyre nem tudok menni sajnos. Tehát otthon abszolút nem adottak ehhez a körülmények. Hát mondjuk átnéz Ausztriába, vagy ott Pozsony fele, akkor... Hát igen, de ahhoz, hogy én ott hegyre menjek igazán, ahhoz nekem az egy 4 órás kör, és most igazából a mostani időszakban még annyira nem játszanak szerepet ezek a 4 órás tekerések. Az mit jelent? Miért? Mekkorákat tekersz? Most ilyen, ez a maximum az ilyen 3,5 óra. Ez ugye korosztály miatt? Nem, hanem az alapozásban ennek később lesz szerepe, ezeknek a hosszú állóképességi edzéseknek, és amúgy is én január második felében kiutazok Spanyolországba, és egészen márciusig ott leszek, és ott viszont minden körülmény adott, tehát ott tudok helyre menni. Nagyon sokat hallani arról, hogy azért a világ elitnek a jelentős része a Spanyolországban szokott itt élen kerékpározni. Hát kikkel találkozol? Igazából az összes World Team, akiket említettél, ott van. De például nem olyan rég Walter Attilával is együtt edzettem. No. És bírtad a tempóját? Bírtam, persze. Vagy te diktáltad? Nem, ő diktálta a tempót. Egyre föl te diktáltad. Igen. Van ilyen, létezik egy példakép, vagy mondjuk egy olyan versenyző, akit szeretnél követni? Igazából nincs példakép, mert
mert mindenki másban jó, és mindenki bizonyos sikereket elért már, és annyira nem szeretek különbséget tenni így a versenyzők között ez alapján, de minden nagy versenyzőre felnézek azért. És Attilával, amikor együtt edzettél, akkor miről beszéltetek, mit csináltatok? Hát ugye mi még nem ismertük egymást, és nyilván őnek is új volt a dolog, ugye tudtunk beszélni ugye az ő jumbós igazolásáról is, meg hogy én hogy kerültem a Team Autoéderhez, és igen, ilyenek. Ennek ellenére azért az, hogy egy ilyen közegben mozogsz, és látod, hogy hogy edzenek a nagyok, hogyha nem is példaképként, de azért ez egy húzóerő, nem? Tehát, hogy akkor... Húzóerő, abszolút, igen. És az is azért motiváló, hogy egyre több magyar mozog itt a profi kerékpársportban, tehát hogy látni azt, hogy egyre többen tudnak felkerülni erre a szintre, és ez motiváló, hogy akkor én is eljuthatok erre a szintre magyarként. Igen, mondjuk ilyen szempontból, és most az édesapáthoz fordulok, azért van egy előrelépés, mert nagyon sokáig, hosszú évek teltek el úgy, hogy nem nagyon kerültek magyar versenyzők szóba top csapatoknál, főképpen azért gondolom, hogy nem voltak olyan szinten, vagy az egész menedzsmentje a sportágnak nem volt megfelelő. Most ez, mintha elmozdult volna egy jó irányba. Ez egy nagyon jó irány, tehát ezt látjuk mi is, hogy tényleg jó az irány, és egy kicsit több figyelmet kapott a kerékpársport az utóbbi években. Köszönhető ez ugye azoknak a versenyzőknek, akik már bekerültek itt a profi körforgásba, és azoknak, akik jönnek felfelé. Tehát itt nagyon sok tehetséges versenyző van, és tényleg az kell, hogy nemzetközi szintérre vigyék őket, és meg tudják mutatni magukat, mert ott tudnak felfigyelni rájuk a nagy csapatok. Tehát az maga a komoly kerékpársport az nem kifejezetten Magyarországon koncentrálódik, bár mondjuk ugye láthatjuk itt azért a Giro kapcsán azért megmozdulhat egy ország is, és komoly. Meglepően olyan sokan voltak rá kíváncsiak, azért ezt elmondhatom, tehát ez jelzi azért, hogy ha volna egy-két nagy sztárunk, vagy volna egy erős csapatunk, akkor itt volna közönség. Egész biztos. Tehát most reméljük, hogy ugye itt az Epronex is szintet lépett, hogy azért abszolút, itt... Abszolút, igen. Itt pont ezt akarom mondani, van, tehát hogy lehet látni, hogy így a sportág mélyebb rétegeiben is vannak változások. Van kontinentális csapat, a verseny, a Tour de Hongrie előre lépett, a Giro idejött, vannak tehetségeink. Tehát én ezért próbálom ezt most pozitívan láttatni. Ez nagyon pozitív, és tényleg az van, hogy kicsik ezek a lépések, de ugyanakkor azért az érezhető és látható, hogy ezek stabil dolgok, tehát próbálják úgy lépni ezeket a szinteket, hogy ne kelljen már visszalépni azért, mert nincs rá pénz, nincs rá fedezet, nem tudjuk megszervezni, hanem hogy tényleg mindig legyen előre egy kicsi, és ne visszafelé kelljen lépkedni. Ilyenkor, amikor egy nagy csapat junior istálója egyesülete leigazol téged, akkor itt most nem tudom, kire nézzek igazából a válasz miatt. Itt például a menedzsment rész, az hogy néz ki? Tehát ilyenkor a versenyzői jogok, stb. Egy ilyen ebből az életkorban meg nincs szó erről. Tehát itt még pénzről nincs szó, tehát itt nincs anyagi háttere ennek. Ő megkapja a lehetőséget. A lehetőséget kapja, és a felszerelést kapja. Nyilván a háttérben van egy szerződés, hogy hány éven keresztül gondoskodik egy sport KFT az ő jövőjéről, és konkrét elvárások nincsenek megfogalmazva, de az ő részükről ez mindig nyitott, tehát ők ki tudnak belőle lépni, nyilván a sportoló az már egy kicsit nehezebben. De ez mindenhol így működik, tehát az összes csapatnál így működik. Az pedig, hogy ez menedzsment szinten mit mutat, ez napi téma most köztünk, tehát hogy most mi legyen itt, hogy ki menedzsel kit, és akkor hogy kezeljük ezeket a dolgokat. Ez akkor lesz igazán éles kérdés, hogyha mondjuk kiderül,
nyár végére, őszre, hogy, hogy tudod hát hozzá azokat a eredményeket, számokat, amik megfelelőek. Ez most lehet, hogy érdekesen hangzik, de itt a social media is szóba került, ugye itt még a műsor előtti beszélgetésbe, és itt már komoly megkeresések vannak menedzsment cégektől, tehát hogy már egyre kisebb, egyre fiatalabb korosztályban keresik a tehetségeket, és már keresik a kapcsolatot, hogy, hogy jelentkeznének, hogy ők vinnék tovább, és egyengetnék a jövőjét. De én úgy gondolom, hogy ez még korai az ő pályafutásában. Erőt eszembe egyébként, hogy ne tekintsünk ennyire előre, hanem foglalkozunk a mindennapok, hogy a tanulással mi a helyzet, az hogy oldod meg így, hogy beutazott a félvilágot, főleg majd a következő évben? Hát én már lassan 3 éve egyéni munkarendben tanulok. Tehát én most vagyok 10-es, és ez annyit takar, hogy minden fél évben vizsgát kell tennem az összes tantárgyból. Ez ugye január és június, és hát nyilván eleve normálisan nem tudnék járni iskolába, mivel az időm nagy részét nem itthon töltöm. Szóval csak ez a megoldás van, és hát így próbálom megoldani. És hogy megy? Egyébként jól, tehát ez a 4-es-5-ös szint, ez megy. Ezt is komolyan veszed? Hát igazából fontosnak tartom, mert később még jól jöhet. Nagyon, nagyon céltudatos vagy, tehát könnyű dolga van apádnak, úgy látom. Igen, vagy ő szorított rá. Benne, tehát, ugye ez is egy egyesség köztünk, hogy amíg én nem mondom, addig a kerékpár nem előzheti meg a tanulást. Aha. Tehát itt a tanulási az első hely, és utána jön a kerékpár. Tehát én most úgy érzem, hogy mondjuk most 60-40-ben vannak, tehát 60% a tanulás és 40 a kerékpár. Nevet. Tehát pont vizsgai időszakban vagyunk, tehát azért van egy kis ez napi téma. De én ezt így gondolom, hogy ez fontos, és ott is helyt kell állnia. Hát igen, azért fontos most egy egészen konkrét példát, vagy aktuális példát mondani, mert hogyha sokat tanulsz, akkor lehet, hogy előfordul, hogyha majd egy nagy szaudarábiai csapat leigazol, akkor nem fogod azt mondani, hogy Dél-Afrikába igazoltál. Igen, tehát, igen. Mert ilyen apróságok, tudod. Igen, igen, igen. Meg nem veszel össze a United edzőjével, akkor amikor már egyébként lassan be kell fejezni a pályafutásodat. Na jó, mindegy. Egyébként ez tanulás nélkül is megoldható. Hát nagyon sok sikert kívánok. Mi a következő feladat? Hova utazol? Mit csinálsz? Január vége felé utazok Spanyolországba, utána pedig a csapatedző táborban veszek részt márciusban, és utána pedig indul a szezon. És akkor a versenyeken kiderül, hogy mit tudsz valójában. Igen, tudsz. Kiderül. És az OB-re azért hazajössz? Az OB-re igen, igen. Azon mindenképp versenyzek. Gratulálok a szerződéshez, és nagyon sok erőt kívánok a munkához, mert van egy olyan érzés, hogy itt munka azért lesz. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Pansz Tamásnak, idősebb és ifjabb Pansz Tamásnak, hogy a vendégeink voltatok. Köszönöm szépen. Köszönjük. A Sportértékben a Bringa Sporttal foglalkoztunk itt az elmúlt percekben, ahogy haladták, van egy fiatal kerékpárosunk, aki komoly lehetőséget kapott, és a Bora Hansgrohe csapat junior istállójában folytatja a pályafutását. Maradjanak velünk, folytatódik a Tendefemen a műsor, én azonban elköszönök, Mezei Dániel vagyok, további szép napot!